Vajda Ildikóval, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet intézetigazgatójával beszélgetek. Csókolom. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Ha az intézetről beszélünk, akkor mindenképpen fontos megemlíteni a hagyományokat is. Én arra kérem, hogy áruljon el néhány részletet arról, hogy milyen hagyományai vannak a testnevelő, tanár és sportszakember képzésnek itt a Nyíregyházi Egyetemen. Talán nem is először a hagyományokkal kezdeném, hanem azzal, hogy miért is a Nyíregyházi Egyetem. Nagyon sokszor használjuk nap mint nap, és a szlogenjeinkben és a plakátjainkon ez szerepel, hogy szerethető, gondoskodó, közösségépítő, és hát ezzel együtt természetesen sportos egyetem. A sportszakember képzésnek a Nyíregyházi Egyetemen a régióban a legnagyobb módja és hagyománya van. Több mint 56 éves ez a hagyomány. A testnevelő tanárképzés az, ami ilyen régmúltra tekint vissza, és minden mellett kiegészül a szakedzőképzéssel és a sportszervezés alapszakunkkal is. Mesterképzésben, illetve osztatlan tanárképzésben több szakpárral, 5-6 szakpárral is indítjuk a testnevelő tanár szakunkat. Nappali és levelező munkarendben, levelező képzésben, a rövid ciklusú képzéseinkbe csatlakozhatnak be az érdeklődők. Alapképzési szakjaink közül pedig a szakedző és a sportszervezés alapszak az, amit indítunk. A szakedző képzéssel kapcsolatban meg kell említenem, hogy ott több sportági specializáció közül választhatnak az érdeklődők. 3 csapat sportjátékban és 2 egyéni sportágban jelentkezhetnek, kosárlabda, labdarúgás és kézilabda, illetve atlétika és úszás specializációban tudják megjelölni a szakedzőképzésünket. Kiknek tudja ajánlani a Testnevelés és Sporttudományi Intézetet a Nyíregyházi Egyetemen belül? Hát jó, amikor feltesszük ezt a kérdést, akkor úgy rögtön az jelenik meg az ember előtt, hogy hát persze azok, akik mondjuk jó fizikummal rendelkeznek, de ezen túlmenően milyen kompetenciával rendelkezzen az, aki középiskolás, és úgy gondolja, hogy akár ez is szóba kerülhet. Én azt szoktam, és azt gondolom, hogy mindenkinek, aki valamilyen szinten szeretne részt venni a köznevelésbe járó fiataloknak a pszichokulturális és pszichoszomatikus nevelésében és az egészségtudatos szemlélet kialakításában. Mi a tapasztalat, hogy kik is jelentkeznek általában? Elsősorban nyilván azok, akiknek jó tapasztalatuk van az iskolai testnevelés kapcsán, valamint sportmúlttal rendelkeznek, és ezt szeretnék továbbvinni, és a sport valamely területén elhelyezkedni. Említette, hogy azért nagy a hagyománya a testnevelő tanárképzésnek és a sportszakember képzésnek, de azért gondolom már az elmúlt 50 akárhány év alatt azért úgy nagyjából beálltak a küldőintézmények. Ezt jól gondolom? Így van, azt gondoljuk. Vagy folyamatosan változó középiskolás szinten? Vannak kifejezetten jó műhelyek, ahol nagyon komoly szakmai munka folyik, és onnan sok jelentkező érkezik a sportszakember képzéseinkre. El kell mondanom, és a hagyományokra visszatérve, hogy talán az egyik olyan, vagy azt mondhatnám, hogy a régióban az egyetlen olyan képzőhely a Nyíregyházi Egyetemen a testkulturális képzés, ahol ez alatt az idő alatt annyi végzettünk került ki, hogy a régióban a köznevelési intézmények nagy részében a Nyíregyházi Egyetemen végzett testnevelő tanárok fejlesztik a gyermekeknek a testkultúráját. Jelennek meg egyébként folyamatosan újabbnál újabb dolgok, amihez igazodnia kell az intézetnek, és ennek megfelelően akár újabb fajta képzéseket, új képzéseket is indítanak vagy gondolkodnak benne? Természetesen a szakma mindig gondolkodik újabb képzéseken. Nyilván a humán erőforrásunk az, amit fejlesztenünk kell, hogy ezeket a képzéseket el tudjuk indítani. A Nyíregyházi Egyetem egyébként is egy nagyon dinamikusan fejlődő egyetem, és ehhez csatlakozik a Testnevelési és Sporttudományi Intézetnek a sportszakember képzése. Folyamatosan nyitunk, és szeretnénk is nyitni, és vannak jövőbeni terveink, hogy milyen szakok felé szeretnénk még orientálódni.
és a jelenlévő és majdani képzéseinkre is nagyon várjuk az érdeklődő fiatalokat. Egy testnevelés intézethez megfelelő infrastruktúra is szükségeltetik, ahol tudják ugye ezeket a gyakorlatokat végezni, és hát szerintem ebben nincs is hiánya Nyíregyházi Egyetemen. Igen, én is azt gondolom, és azt mondhatom, hogy ebben is egyedülálló a régióban az intézmény, sőt az országos képzési helyek közül is talán kiemelkedő az, hogy az egyetemünk területén található meg az összes sportlétesítmény, tehát a hallgatóinknak nem kell a város bármelyik pontjára elmenni azért, hogy az órákat meg tudjuk valósítani, hanem az egyetem a kampusz területén van az összes létesítményünk, saját uszodánk van, saját atlétika csarnokunk, külső rekordtámpájánk. Tavaly évben került átadásra egy 21. századi gépekkel felszerelt csodálatos fitnesstermünk, külső kondiparkunk, labdás csarnokaink. Ezeket a létesítményeket folyamatosan újítjuk. Ezeknek a létesítményeknek lelke van, hiszen nagyon sok eszköz, nagyon sok szer régóta van a létesítményekben, csarnokokban, de mindig egy nagyon jó közösségteremtő hely is, hiszen nem csak a sportszakos hallgatók használják a létesítményeket, hanem a teljes egyetemi polgárság, hallgatók is és dolgozók is igénybe vehetik a sportszolgáltatásokat és a létesítményeket. Ha már szóba hozta a közösséget, tehát hogy megvan erre a megfelelő infrastruktúra is, hogy közösségeket teremtsenek, de milyen az a közösség, amely önökhöz tartozik, az önök intézetéhez? Szerintem különleges, és kiváló, hiszen a sport az összetart, és bármilyen szintéren is kerüljön sor a sportolásra, legyen az szabadidős vagy rekreációs sport, legyen az utánpótlás vagy élsport, a sportnak közösségépítő, közösségteremtő szerepe van. Testnevelés és Sporttudományi Intézet kinek ajánlja az önök által indított szakokat? Mindenkinek, aki szeretne a jövő generációjának az egészségért tenni, és szeretne részt venni abban a nagyon komoly és elhivatott feladatban, hogy az egészség tudatosságot hirdesse, a rendszeres fizikai aktivitás jelentőségét kiemelje és népszerűsítse, és aki szeretne a jövő felnövekvő generációjának a pszichoszomatikus fejlődéséért dolgozni és tenni. És még hadd említsem meg, hogy a sportolókat olyan egyéni tanulási útvonalakkal tudjuk segíteni, amiben a kettős életpályájukat tudjuk támogatni, hiszen mind a mellett, hogy nagyon magas szintű sportolási tevékenységet vagy élsportot végeznek. Emellett nagyon fontos az, hogy a tanulmányaikat tudják folytatni. Ebben az Nyíregyházi Egyetem és ezzel együtt az intézetünk a patronáló tevékenységgel, a mentorálással nagyon jelentős szerepet játszik, egyéni oktatási és vizsga lehetőségeket biztosítunk a hallgatóknak, és ezt most már a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt deklaráltuk is, hiszen aláírásra került nemrégiben az együttműködési megállapodás, amelyben a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos partnere a Nyíregyházi Egyetem a kettős életpálya modell vagy program támogatásában. Köszönjük szépen!